Nos srácok, itt vagyunk egy elhagyott felüljárón a Hegyeshalmi Bicske határában, a Hegyeshalmi fővonal fölött van ez az elhagyott régi felüljáró, és ha ide lenéztek, akkor alatta a két jobboldali vágány a fővonal, a baloldali pedig a székesfehérvári elhagyott vasútvonal. És nézzétek, hogy így néz ki ez a felüljáró, ez a régi elhagyott felüljáró. Nem sikerült kinyomozni, hogy ez honnan hova vezetett, mert a mind a két végén bokrok vannak, és utána szántóföld, tehát semmi, még a Google Map-en se találtam nyomát. Úgyhogy majd ez egy következő videó lesz, amikor így Bicske érdekességeit járjuk körbe, és ott van egy másik felüljáró, az egy újabban épült felüljáró, és az is ugyanígy el van hagyatva, és a semmiből a semmibe vezet. Tehát ennek majd utána fogunk járni egy későbbi videóba. Ott a háttérben az a fehér, az a Bicskei állomásnak a vége. Hát itt egy kicsit dzsungeles a terep, úgyhogy megyünk, nincs még egy ösvény se, a másikhoz volt legalább egy kis ösvény. Mutatom Bencéjéket, hogy itt a dzsungelt, ők már kim vannak a dzsungelből, én még nem teljesen. Én kicsit lemaradtam, mert elő... Hát ez egy igazi kalandút, majd lehet, hogy erről egy ilyen hogyan készült, meg ilyen kulisszatitkok című videó lesz. És itt vagyunk a hídnál. Oké. Ott a bejárati jelző, amiről észrevettük, hogy jön a vonat az előbb. Megjöttünk a második felüljáróra, hát egy kis kaland az volt, hogy ide feljussunk. Látható itt, hogy sehova nem vezet ez a felüljáró. Tehát itt vége van, semmiből a semmibe. Most fordulok egyet. Itt a többiek is veszik a témát. Itt még megvan a védőkorlát, legalább a felső vezeték fölött. Látszik, hogy aszfalt nincs rajta, a beton alapja megvan. És Bence ott kicsit gyorsabb, veszi a másik végét a felüljárónak. És egész szép innen a kilátás. A túloldalon is látszik, hogy a semmibe vész ez a felüljáró.